Holott, hát valamikor valaki volt, általában megért egy család, kérem szépen, tisztességesen dolgozott be, és a piac azért nem fejlődik ki, kérem szépen, már korlátozzák az engedélyeknek a számát, és akkor egy meghatározott struktúrában, egy meghatározott privilégiát réteg marad, illetve a reprivatizálásnak egy bizonyos számig megy végbe. És így a piac, kérem szépen, nem lesz működőképes, mert a piac akkor lesz működőképes, amikor, kérem szépen, a kínálat meghaladja a keresletet. Köszönöm szépen. Tekintve, hogy ugye az előző kérdés még Őrsi István és Szabó Tamás szerette volna kiegészíteni, akkor először ő a szó, hogy az még az előző témához egy rövid kiegészítés. Ez is egy egész röviden. A kusmér adatot lyukadtuk, én most a legutolsó fejtegetésről beszélek, hogy hiába alakulnak ki alulról valóban ilyen szövetkezeti, meg önkormányzati mozgalmak, ha nincs olyan törvényelet, nincs olyan parlament, amelyik ezek számára a működést biztosítja. De azért azt kell mondanom, hogy fordítva is fel kell tenni a tételt. Nincs az a törvényhozás, amelyik egy megfelelő önigazgatást fölülről ki tudna alakítani, ez önellentmondás volna. A két dolognak együtt kell találkozni, tehát alulról a követelésnek, alulról a mozgolódásnak, alulról a legkülönfélebb kísérleteknek, és aztán kell egy olyan törvényhozás, amelyik a létbizonytalanságot, a kísérletek körül megszüntet és tág lehetőségekre ad. Mert most jelenleg az van, hogy néha engednek egy kicsit, akkor elkezdenek az emberek gazdálkodni, meg kiszövetkednek, kisiparosok, utána hoznak egy adórendeletet, és kész, ki vannak végezve. De viszont másrészt föltétlenül ismétlen szükséges, hogy, nem, hogy az emberek, akik ilyen tehetséget, kedvet és lehetőséget éreznek, ne várják meg fölülről az engedélyt, hanem alulról is nyomást gyakoroljanak, hogy minél kikerülhetetlenek legyenek az ilyesfajta törvények, döntések, amelyek ezeknek az önigazgatásoknak és önkormányzatoknak a működését szavatolják. Most még szeretnék az ifjúság problémáról beszélni, nem mint hogyha a bölcsek kövét kitaláltam volna, és meg tudnám oldani az ifjúság problémáját. Ez a probléma jelenleg megoldhatatlannak látszik, épp ezért kell dolgoznunk rajta, hogy megoldjuk. Mi a legszörnyűbb, miért mondom, hogy megoldhatatlan? Nem csak azért, amit itt hallottuk, hogy honnan veszük a forrásokat, hogy mondjuk a fiatalok korállakáshoz jussanak, hogy ne legyen a munkanélküliség, ne elsősorban a szakképzetlen, most végzett fiatalokat sújtsa, ez az egyik iszonyatos nagy probléma. Én magam úgy gondolom, hogy ezt a megoldhatatlannak látszó kérdést nem szabad elkülöníteni a többiektől. Ha most a fiatalságnak a gondjairól beszélek, elsősorban arra gondolok, amely a Csengét Énes is utalt, a reménytelenség és kilátástalanság. Mi volt eddig a helyzet? Már 6 éves korában a fiatal embernek meg kellett tanulnia, hogy hazudnia kell, mert ha nem veszik fel úttörőnek 6 éves korában, nem kerül be az egyetemre 20 éves korában. Ez volt az egyik szörnyűség, tehát eleve egy közmegegyezésen alakuló hazugság rendszerben nevelkedtek a fiatalok, hazudniuk kellett, tudták, hogy hazudnak, és ők tudták, hogy tudják, hogy hazudnak, és így tovább ezt lehetne folytatni. Ez volt az egyik szörnyűség. Ide tartozik még, amiről annyit beszélnek, a kettős nevelés kérdése, hogy más kellett az iskolán mondani, más kellett otthon mondani, és még egy harmadikat gondolt is magának. Ehhez járul az utóbbi években, és ezt én nagyon súlyos problémának tartom, hogy az idősebb nemzedéket egy kicsit is gondolkodó fiatal szemében levitézlettek. Egy lehetetlen állapot, hogy 30 éven át sokszor a szüleiktől, az iskolában is, csupa olyasfajta alapigazságot hallottak, amelyről kiderült egyszer csak, hogy alaphazugság. Most az igazságot könnyű módosítani, de az sem nagyon könnyű, az sem mindig könnyű, nehéz, de módosítani lehet, aha, tehát Kádár mégsem mentette meg a hazát, hanem inkább elárult, ezt el lehet fogadni. Vagy hogy Nagy Imre mégsem hazáruló volt, hanem inkább mártír, ezt is el lehet fogadni. De mit gondoljak a szüleimről? Mit gondoljak a tanáraimról? Mit gondoljak azokról az értékekről, mert sokszor értékeket is közöttettek, amelyet ezeknek a lévén kaptam meg. Tehát itt egy általános bizalmi válság, azt mondhatnám, hogy egészséges volna ez általános bizalmi válság kifejlődni és hangot kapna, mert akkor tudnám tovább lépni. Tehát én úgy gondolom, az ifjúság problémájának van egy most megoldhatatlanak látszó része, ez anyagi része, és van egy másik, egy morális.
És ez a morális azért visszahat az elsőre említett komplexumra is. Mert úgy gondolom, hogyha ez a kettőség megszűnik, az emberek megszokják 6 éves korúktól, hogy azt mondhatják, amit gondolnak. Ebből nem lesznek hátrányaik. Ha a társadalom nagyobb kínálatot ad az egyéni életutak terén, amiről már ma hallottuk, akkor is ez a kínálat még nem tud közvetlen anyagi eredményekre megnyilatkozni. Sőt, sokszor közvetlen eredményei még inkább negatívan, mert például lehetetlen elgondolni azt, hogyha most mi valóban komolyan veszük a gazdasági ástruktúrálódást, hogy megúszunk nagyon munkanélküliségünk, és ez nem a fiatalokat, meg a munkásokat sújtja elsősorban, a fiatal munkásokat sújtja. Tehát ha mindennek ellenére azonban azt gondolom, hogyha az emberek nyitottabbá válnak, nem félnek, nem kell hazudniuk, jobban körül is tudnak nézni, akkor kedvük támad gondolkodni rajta, hogy mit kezdhetek az életemmel, akkor több lehetőséget fognak egyszerre találni. Ebben van a bizalom. Lehet, hogy politikailag tájékozatlan vagyok, de ez van.